Tisztelettel köszöntöm a Haladó citerásokat sorozatunkban. Dány József citerás vagyok. Szívat a Tisza, magas a partja, mint olyan legény, kiáti húzza, most a Tisza át. Bokor mellé, lehajtja fejét, a Rozi mellé, ez a Rozi jár, utána tenni, kis utána százforintosra. A mai alkalommal ezt a muravidéki dallamot fejezzük gorcső alá, méghozzá azért, mert a jobb kéz és a bal kezünk munkájának itt ennél a dalnál bizony összehangoltan kell lenni. Ha túl vagyunk az alap lekottázáson, a dallamon, a szövegen, amit esetleg javaslok úgy, hogy visszahajtják ezt a kis filmet, és próbálják velem megtanulni az éneket, illetve a dallamot, ezek után lassan állunk neki felépíteni a dallamunkat. Nézzük az első sorral. Nagyon fontos az új rend. Azért, mert kevés időnk lesz arra, hogy nézzük, hová kell rakni az ujjunkat, akkor az igazi, hogyha ez már automatizmusra épül. Nagyon fontos az is, hogy a dallam játékossága, a szöveg megkívánja azt, hogy a sor végénél, itt az első sornál lecsapjam, úgymond, a hangszeremet, tehát ne csengjenek ki a hangok. Mutatom. A következő rész egy komoly munkát igénylő feladat, méghozzá a bal kezünknek, ezt is először lassan próbálom meg. Az elnyújtott részt, amit a basa, pista, átiussza, vissza is elussza, ezeknél a részeknél bizony kétszer kell lefele megütnöm, hogy utolérjem ezt a ritmust. Nézzük egyszer előről. Begyakoroljuk, bizony nagyon szépen fog szólni.